Roma hagyományőrzésről szólt ez a nap Bonyhádon. A Várospiac terén megrendezett egésznapos programsorozaton több csoport és helyi tehetség is fellépett. A nap során nemzetük ételeit főzték a vendégeknek, a táncosok pedig az autentikus roma kultúra alapján adták elő táncaikat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szeretem a cigánytáncot, mert már több éve is ezt csinálom. Szeretem. A tánccsoport vezetője elmondta, nagyon fontos, hogy megőrizzék ezáltal a kultúrájukat, a gyerekek tovább vigyék a hagyományokat. Én lassan közel 2 évtizedet csinálom a roma népművészetet, és én örülök, hogy minden településen a romák a hagyománykultúrát bemutassák, hiszen lassan kihal a roma kultúra. Én szerveztem nagyon sok rendezvényeket, hiszen volt olyan, hogy népszer is. A településről, országosan, Bács-megyéről meghívtam a táncsoportokat, és a cigány és a magyar közösség összekovácsolása volt a létem, aminek örültem, hogy magyarok is eljöttek és felléptek neki. Sőt, még cigány-magyar énekes is eljött. A nemzeti kultúrát tovább kell íveltetni a gyerekek körében. Hetente tartunk szakért a Decsi faluházba. Itt a tánccsoport, az esélyegyenlőség és az összefogás erősítése, hogy a gyerekek ne kalódjanak el, hiszen nagyon sok mindent, sok élményt gyűjtöttem, vagy adtam a gyerekeknek e téren, sőt Horvátországba is kaptunk fellépési lehetőséget, és ott hatalmas sikert értünk el. A Pécsi Balokán Ligeti Fesztiválon, nemzetközi fesztiválon első díjat nyertünk, legalább 15 fellépő volt. Úgyhogy a cigány hagyományt nem szabad abba hagyni. A mára már hagyománnyá vált frizura készítésnek is nagy sikere van mindig. A hagyományá vált, hogy a kisgyerekeinknek frizurát csináltatunk, ilyen kis újfajta frizurákat, 3 éves kortól egész 20 éves korig. Jönnek a lányok folyamatba, és ez egy kultúrá vált, hogy roma kisgyerekek így nézzenek ki. És mindenki készül, minden roma kisgyerek, hogy szépek legyenek. A Bonyhádi Roma Önkormányzat költségvetése egy részét mindig a hagyományőrzésre fordítja, programokat szerveznek, hogy a roma értékeket bemutassák és rendszeresen gyakorolják. Nyertünk egy pályázatot a 400 ezer forint készpénzben, és ezt a mostani rendezvényünknek a lebonyolítására fordítjuk. A mai programunkon 3 táncsoport vesz részt, ők nemzetiségi roma táncokat, autentikus roma táncokat adnak elő, illetve 2 helyi tehetség is megmutatja a tehetségét. Ők is egy ilyen mai zenét fognak előadni. Ezen kívül pedig a már régi, sok-sok éve óta megszokott tanulmányi ösztöndíjunk kerül átadásra. Több éve a Bonyhádváros Roma Önkormányzata igazából hagyománnyá tette azt a fajta lehetőséget a gyerekeknek, hogy minden évben tanulmányi ösztöndíjt ír ki. A tanulmányi ösztöndíjunkra idén 37 nyertes pályázat érkezett, és a 37 nyertes pályázatot adunk át. A gyermekek igazából 3 kategóriában tudtak jelentkezni. Volt a tanulmányi ösztöndíjaknak igazából a határokat úgy adtuk meg, hogy 3 egésztől adjuk, tanulmányi átlagtól. Az első kategória 3 egésztől tart 3,5-ig, a következő kategória 3,5-től 4,5-ig, és a legjobb diákjaink 4,5 fölött teljesítenek. Szám szerint a legjobb tanulóink idén 8 főt takar, volt olyan tanulónk, akik 5,5-szel zárta az idei évet. Úgyhogy szép tanulmányi évünket zártunk. De rajzpályázatot is kiírtak, aminek nyerteseit különböző díjakkal jutalmazták a rendezvény első napján. Akik pedig részt vettek ezeken a napokon, megcsodálhatták a már szinte kihalófélben lévő roma kultúra legjavát.